A napirendek előtt Orosz Ibolya egy lakossági levelet olvasott fel a rendőrkapitánynak. A hajduhegyiek nehezményezték, hogy a lakók közül többeket megbüntettek szabálytalan parkolásért. Császár Zoltán felszólalásában köszönetet mondott a rendőrségnek. Bognár Ignác képviselő is a magas büntetések ellen emelt szót. Habis László polgármester elmondta, hogy az utóbbi időben megjelentek olyan hírek, miszerint Eger bűnügyileg az ország harmadik legfertőzöttebb városa. A városvezető a témában kérdéssel fordult Pintér Sándor belügyminiszterhez. Azt a választ kapta, hogy Egerben 40,2%-kal kevesebb a regisztrált bűncselekmények száma, mint más megyeszékhelyeken. Bognár József egri rendőrkapitány azt mondta, nem a büntetésre törekszenek, de jogkövető magatartásra kell sarkalni az állampolgárokat. Van, amikor nincs méltányosság, mert jogszabály határozza meg, hogy egyes szabálysértések esetén mekkora büntetést kell kiszabni. A statisztikai adatokat azzal egészítette ki, hogy Egerben 2013-ban több mint 30%-kal csökkent a bűncselekmények száma, mint mondta, nincs okunk szégyenkezni. Az első napirendi pont a társasházak magánerős felújításához kapcsolódott. Habis László elmondta, hogy javaslat készült egy régi probléma kezelésére. Eszerint javasolják, hogy azokban a társasházakban, ahol csak egyetlen hitelesített vízóra található, több hiteles mérőt szereljenek fel egy közös helységbe, ehhez nyújtana az önkormányzat támogatást. Így, ha valaki nem fizet, nem az egész háznak jelent gondot a tartozás. Hozzátette, több ezer lakástulajdonos gondját oldja meg ez a rendelet. A tervezetet egyhangulag elfogadták. Megszavazták a Burza Hungarika ösztöndíjprogramot, melyre a következő tanévtől a felsőoktatásban tanulók pályázhatnak. Tovább bővül a térfigyelő kamerák rendszere, évvégéig 29 kamera működik majd Egerben és a város külterületi részein. A városban a közbiztonság növelése, a külterületen elsősorban az illegális hulladéklerakások megelőzése a cél. Jóváhagyta a testület a város fenntartható városfejlesztési dokumentumát. Tóth István képviselő nehezményezte, hogy hosszú évek óta nem épült meg az Egert az M3-as autópályával összekötő út. A polgármester kiemelte, hogy a miniszterelnök személyesen tett ígéretet a kétszer kétsávos út megvalósítására, folyamatos a harc az összekötő út megépítéséért. Elfogadták az állami tulajdonú ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba vétele iránti igényt, egy Vörösmarty úti telket, egy vasútállomás melletti területet, illetve a Kőjuki pincesor előtti terület egy részét igényli az egri önkormányzat. A testület elfogadta a városi cégek 2014 első félévi pénzügyi beszámolóit. Sporttámogatásokról is döntöttek a képviselők, Egerben diákolimpiát rendeznek jövő júniusban, amit a város 2 millió forinttal támogat. Egri ifjúsági zenei alapot hozna létre a város. Habis László polgármester elmondta, az elmúlt hónapokban több mint 20 különböző koncert volt Egerben. A javaslat szerint az egri zenekarok számára próbatermet és koncertszervezési lehetőséget biztosítanának. A közgyűlés hozza létre az alapot, 4 millió forintot különítenek el erre a 2015-ös költségvetésből. A jövő év első negyedévében 12 millióból pedig eszközöket szereznének be. Csarnó Ákos és Gály Judit is jó kezdemény nevezte az alapot. A közgyűlésen összesen 40 napirendi pontot tárgyaltak a képviselők, szó volt még az óvodai úszásoktatásról, zárt ülésen tárgyaltak a helyi lakáscélú támogatások odaítéléséről.